Április 11-én 9. alkalommal került megrendezésre a településünkön a Csapó Géza birkózó emlékverseny. A sporteseményen az Észak-Kelet-Magyarországi Régió 20 birkózóegyesülete közel 180 diákkal képviseltette magát. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek! Sok szeretettel köszöntöm a szülőket, kísérőket, kitüntetett tisztelettel köszöntöm polgármester asszonyt, Jenei dr. Egri Izabellát, a verseny fővédnökét, és ezennel át is szeretném adni a szót, hogy a verseny újságot. Kedves gyerekek, kedves edzők, kedves szülők, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök földesen újra, és szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy ezt a szombati napot arra szánta, hogy földes településre ellátogatott. Csapó Géza emlékversenyről beszélünk, hiszen a 9. alkalommal kerül megrendezésre. Csapó Géza bácsi egy nagyon jó sportember volt, aki a birkózást megalapította földesen, amúgy a civil életben pedig egy pékmester volt, aki a település kenyerét sütötte évtizedeken át földesen. Az ő példája alapján településünk Csapó Géza díjat alapított, és a Csapó Géza díjat mindig felévzárókon szoktuk átadni az ilyen korú gyermekeinknek, akik már az általános iskolai tanulmányokat befejezik, a középiskolai tanulmányok esetében pedig, aki még mindig nagyon szép sikereket ér el, annak pedig földes napján, jövő hét kedden, április 14-én kerül ez átadásra. Én úgy gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy lesz egy ilyen lányzó, aki földes napján Csapó Géza díjban részesül a képviselő testülettől. Őt úgy hívják, hogy Faragó Nikolett, egy középiskolai tanulmányokat folytató lányzó, és úgy gondolom, hogy egyrészt példakép lehet az általános iskolai tanulóknak, hogy igenis a középiskolai tanulmányok folytatása alatt is lehet sok szép sikert elérni. Én a mai napra mindenkinek balesetmentes versenyzést kívánom, érezzék jól magukat földesen, és ezzel a 9. Csapó Géza emlékversenyt megnyitom. A rendező egyesület nevében sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Nagyon örülünk, hogy ilyen népes induló létszámot láthatunk vendégen, és remélem, hogy egy színvonalas versenynek tudunk helyt adni. A verseny végén pedig egy étkezést fogunk biztosítani minden gyermeknek, ami majd a egyesszőnyeg lebirkozása után folyamatosan fog megtörténni. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek, balesetmentes, sérülésmentes versenyzést kívánok mindenkinek, figyeljetek oda egymásra, és sok sikert kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen polgármester asszonynak a szívfeszülő jó kívánságait. És ezennel felkérem, most egy kis díj átadások következnek, ezennel felkérem, hogy adjon át egy díjat egy helyi versenyzőnek, aki tavaly diákolimpiai bajnoki címet nyert el, és a megyei közgyűlés kiírta ezt a kis pályázatot, és nyert ezen a pályázaton, de sajnos ott lemaradt erről a díjátadásról, és most fogjuk pótolni, és a polgármester asszonya fogja átadni a díjat. Szólítanám Kis Mátyás pótolót. Köszönöm szépen! A Megyei Birkózó Szövetség elnöksége mindig jutalmazza az év első versenyén a tavalyi évben a magyar bajnokokat, és ezt szeretném átadni a két díjazottnak. Az első Faragó Nikolett. És Kis Mátyás személyével. Yeah.
Hát én úgy gondolom, hogy ezek a sportteljesítmények, hogy az edzőt és nem utolsó sorban itt földesen azért elég erős a szülői háttér, és hát minden évben támogatói okleveleket a Magyar Birkózó Szövetség engedélyével szoktunk átadni, és most szeretném felkérni Jené Iné Bene Esztert, kiváló szülői anyuka. Gratulálunk, és nagyon sok jó egészséget kívánunk, és minél tovább ugyanígy. Társiné Papp Katalin. És a kiváló szülő anyuka, sok segítséget ülünk itt a birkózásnak. Gratulálok, Katika, sok sikert kívánunk, hogy kérdezünk. És a kutóval hagytam Tapács János urat, aki a rendőrtelen munkájával előremet a főszínűnek. Szeretném bemutatni a bírói kart, aki le fogja vezényelni ezt a szép versenyt. Elsősorban a két titkár, Mester Lajos Tóthé Katika, Kónya Lajos, első osztályú bíró, Farkas László, első osztályú bíró, Csepregi György, első osztályú bíró, Papp István, első osztályú bíró, és jó magam, Berde László, az elnök szerepében. Nemrégen a község, hát én úgy gondolom, hogy a birkózás alapítója egy nagyszerű birkózó, egy nagyszerű sportás és egy nagyszerű ember, elment közülünk Bene Gyuszi bácsi személyébe, és szeretném, hogyha egy perces néma felállással adóznánk emlékére. Köszönöm szépen! Köszönöm, és akkor most ehhez egy két perc múlva kezdjük a versenyt.